Szinte zsúfolásig megtelt a helytörténeti gyűjtemény nagy kiállítóterme május 10-én délután Pituk József Viktorián, Dante isteni színjátékához készített grafikáinak kiállítás megnyitóján. A rendezvényt egy klasszikus dal, Schubert Ave Mariája nyitotta Kovács Gábor előadásában, aki a Partiumi Keresztény Egyetem magánének szakának növendéke. A dalnak az adott különös jelentőséget, hogy Pituk József felesége, Herta Ruzicska operaénekes volt, és minden kiállításon elénekelt egy Ave Mariát. Vendége így Szólát Tibor polgármester úr köszöntötte, aki a kiállított anyag kapcsán szólt európai értékeinkről, keresztény kultúránk veszélyeztetettségéről. Gondolom, hogy azok az európai értékek, amelyeket mi a kereszténységen keresztül őrzünk és kaptunk, azok megérdemlik azt, hogy egymásra testvérként tekintsünk, és semmiképpen nem ellenfélként. És azt gondolom, hogy ennek számos jó példája van ebben a kis közösségben, és nagyon hiszem, hogy ez a kiállítás is hozzá tud ahhoz járni, hogy értsük és értékeljük azt az európai kultúrát, ami szép lassan eltűnőben van, látva a világnak a bajlódását. Nem vagyok optimista, de azt hiszem, hogy talán van remény, amíg mi itt valahol Közép-Európában képesek vagyunk ezt értékként tekinteni. Így vagyunk ezzel hagyományosan is, és még egyszer nagyon szépen köszönöm a szervezőknek. Nagyon köszönöm Józsi bácsinak és a kedves feleségének, aki alapvetően nagyszerű, hatalmas a városunknak, és tényleg nagyon köszönöm, hiszen mi tudjuk, hogy nem csak ezt a csapot idézőjelbe teszem, nem csak ezt a művészeti alkotást kapjuk Józsi bácsitól, hanem az inspirációt is, hogy mindig többet és jobbat szeressünk. Molnár Levente Liszt-díjas operaénekessel már találkozhattunk az elmúlt évben, most egy szép népdallal varázsolt el a közönséget. A tárlatot Benedek Katalin művészettörténész nyitotta meg, aki alapos ismerője Pituk József Viktorián életének, művészetének.
Számára a képzőművészet élettartalom és határtalan egész volt. Mondjuk úgy, műfaj határok nélküli egész. Festőként és grafikusként is szuverén alkotó. Monumentális templomi üvegfestészetével pedig kiemelt helyet foglal el művészettörténetünkben. Sokszínű vásznain benyomások, hangulatok varázsa jelenik meg, és a fényözönbe foglalt, a napi gondokon felülemelkedő derű. Elsőrendű kolorista volt, aki a színekben rejlő fényhatásokat szuggesztív erővel használta ki. Festészete színekből születő fénypoézis leginkább a posztimpresszionizmus stílusába illeszthető. Az életmű ismeretében elmondható, hogy kerülte a tünékeny stílusirányzatokat, megtagadta az 1950-es évekre jellemző pártos realizmust, elutasította az esztétikai nihilizmust, és nem hódolt az absztrakciónak sem. Életrajzában a külföldi, zömében olaszországi kiállítások sora, valamint egy 1975-ben Milánóban kapott nagy díj, Gran Premio, erről is szól ma ez a megemlékezés. Ezek is jelzik, hogy művészetét a vasfüggönyön túl elismerték. Itthon ez a mai napig várat magára. Életének egy és művészetének egy különleges része valóban a Dante isteni színjátékához készített 100 grafikája, a pokol, a purgatórium és a paradicsomon át vezeti, ő is de az egész művet illusztrálta, valami pazar rajztudással, tus és fehér papír felhasználásával. Hát ennek egy része látható itt most a Hajdunánáson, ahová tulajdonképpen a hagyatékának nagy része került, és az Esztergomi Keresztény Múzeum is a kiállításra kölcsön adott néhány munkát. A világirodalom egyik legjelentősebb alkotása a Dante isteni színjátéka, amely több neves hazai és külföldi művészt is megihletett. Közöttük Pituk József alkotása méltán foglal helyet, fogalmazott Benedek Katalin. Nagyon jelentős művészek szóltak hozzá az isteni színjátékhoz, ugye, amit 1320-ban fejezett be Dante, úgyhogy ebbe a sorba, akiket Botticelli vagy magyar részről Gulácsi Lajos, Borsos Miklós, Salvador Dali, hát ebbe a sorba ugyanúgy kvalitásánál fogva Pituk József művei is beletartoznak, elsősorban a grafikai sorozatai, mert van több. Az Odüsszeiához is készített rajzsorozatot, a Cervantes Don Quixote-hoz is készített rajzsorozatot, és egyébként a magyar irodalom több remekét is rajzban bemutatta. Adi versek Ludas Matyihoz is készített. Tehát egy olyan komplex művészről van szó, aki minden műfajban nagyszerűt alkotott. A hazai művészettörténetben azonban, mint fentebb már elhangzott, nem igazán kapott elismerést Pituk József. A szocializmus évtizedeire kell visszanyúlni, amikor lévén, hogy ő egy alapvetően vallásos ember volt, és a templom művekfestészet felé fordult, hát akkor őtőle elfordultak
és szinte évtizedekig nem kapott Magyarországon megbízást sem. Szerencséje volt, Olaszországban nagyon nagy szeretettel fogadták, és az itáliai életérzés valamiképpen a művészetfelfogás is közel állt hozzá, és több mint 10 olaszországi kiállítása volt egyébként. Milánóban 1975-ben nagydíjat is elnyerte, a milánói nagydíjat. Hát ezt a több kiállítását is együtt értékelték ezzel, ahol a grafikái és festményei is vegyesen szerepeltek. Tehát, és Nyugat-Európában, más a Hollandiában, Ausztriában többfele voltak kiállításai, őt külföldön elismerték, és itthon mégis egy hallgatás burka vette körül. Ő kimerte mondani a véleményét, hát meg is lett az eredménye, grafikáiban elsősorban véleményt mondott, a saját tapasztalatai a hivatalokkal, azokat elsősorban grafikákon örökítette meg. Máskülönben a festészeti stílusa az egy ilyen halatlanul színes, laza, hát tulajdonképpen talán a posztimpresszionizmushoz tudnám leginkább hasonlítani. A kiállítás megnyitott szintén egy Ave Maria dal zárta, ezúttal Wolf Péter, Fülöp Kálmán szerzeményét, Lőrinc Diana és Szabó Szidónia a Part című Keresztény Egyetem növendékeinek előadásában. A kiállítás megnyitónak méltó folytatása volt az a koncert, amelyet a Parci Új Keresztény Egyetem magánének szakának hallgatói és vezetőik Molnár Levente adtak a római katolikus templomban.